és ő az 1700-as évek végén nagyon fontos gondolatokat fogalmazott meg a szabadságról. Ez a kor, amikor ő élt, felvilágosodásnak a kora volt, és ő írt egy olyan kis eszét, egy rövid írást, aminek az volt a címe, mi a felvilágosodás. És ő azt mondta, hogy a felvilágosodás az ember kilábalása a maga okozta kiskorúságból. Merj a magad értelmére támaszkodni, ez a felvilágosodás elfogadta. Azt gondolom, hogy ez azért egy fontos mondat a mai foglalkozáson, mert Zoltán is egy olyan művész, aki szabadon alkot. Milyen lehetne az, hogy az ember be tudna bújni egy dobba? Olyan picire tudnám magam gondolni, olyan picikére húzózkodnék össze, mint egy rigó. Ha bebújnék dobba mondjuk, vagy egy hordóba, és ott laknék, és hogyha dobolna egy dobos a hordón, akkor az belülről hallgathatnám. Ez nagyon érdekes volt. A falon fent levő dobokat ritmus szerint elkezdi leütni. Amikor látjuk, hogy egymás után következő dobok megjelennek és szünet következik, akkor felemeljük a recset végét és nem dobolunk, aztán folytatjuk újra a megjelenő dobok arányát. Most mindenről el kell majd döntsük, hogy kiét, a villa, enyém a fény. Enyém a szerszámítás.